Szerbiában évente 3500 és 4500 közé tehető a családon belüli erőszak áldozatainak száma. Ezek azonban csak statisztikai adatok. A valós esetek száma ettől jóval több. A családon belüli erőszak megfékezése az összefogásban rejlik. Svima je nama jasno da ni tužilaštvo ni policija nisu organi prevencije. Tužilaštvo je organ gonjenja, policija organ otkrivanja počinilaca i bez uključivanja svih stratuma našeg društva u borbu protiv ove pojave, mi tu nećemo postići neke značajne rezultate. Znači, celo društvo mora da se uključi u ovo. A rendőrség a jövőben külön hangsúlyt fektet az áldozatok védelmére és a bizonyítékok összegyűjtésére. Valamint 1300 rendőrt képeztek ki az ilyen jellegű problémák kezelésére. Zato vas molim da i vi u svim svojim policijskim upravama imate jednu jaku i aktivnu kampanju, da se angažujemo maksimalno, da svim ljudima objasnimo koliko je važan ovaj potez, a siguran sam da će policija učiniti sve što je u njenoj mogućnosti, da već u narednom periodu vrlo brzo možemo ponovno se sastanemo i da kažemo šta su konkretni rezultati naših aktivnosti. A belügyminisztérium adatai szerint az esetek 90%-ában az erőszaktevő megismétli a bűncselekményt, miután letöltötte büntetését. Szerbiában az ítéletek 64%-ában fél évig terjedő börtönbüntetést szabnak ki.